Jó napot kívánok! Ahogy ezt számtalanszor elmondtam az utóbbi hetekben, az orbáni pedofil hálózat már 2011-ben ott volt a Tarlós vezette fővárosban. Hiába mondta el a Bicskei Gyermekotthon két dolgozója a főváros oktatási gyermek és ifjúságvédelmi főosztályának, hogy egy az intézményben lakó gyermek szerint az igazgató belenyúlt a nadrágjába, az ügyben semmilyen felelősségre vonás nem történt. A Bicskei Gyermekotthont fenntartó fideszes főváros nem rúgta ki V. Jánost, aki ennek köszönhetően még 5 évig molesztálhatta a rábízott gyerekeket. Ennek a főosztálynak akkor Pölöskei Gáborné Áder Anna Mária, azaz Áder János húga volt a vezetője, aki azóta sem állt az ország elé, csak testvérével üzenget, hogy beperel. A Demokratikus Koalíció szerint Pölöskei Gáborné Áder Anna Mária ne Áder Jánossal üzengessen, hanem álljon a nyilvánosság elé és válaszoljon. Miért nem rúgta ki a pedofil igazgatót már 2011-ben, mikor tudomására jutott, hogy gyerekeket zaklathat? Miért maradhatott a helyén V. János, aki aztán még 5 éven át szexuálisan bántalmazta a rábízott gyerekeket? Miért nem akadályozta meg, hogy ezek a gyerekek még 5 éven át szenvedjenek, sőt, egyikük véget vessen a saját életének? Esetleg azért, mert ez volt a feltétele annak, hogy előléptessék, és Balogh Zoltánnak legyen az államtitkára? Vagy valóban pedofilok mosdatásával lehet előrejutni a Fideszben? A DK üzengetés helyett azonnali válaszokat vár Pölöskei Gáborné Áder Anna Máriától. Áder Anna Mária jelenleg a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára, mégis úgy bújtatják, mint Novák Katalint. Az MTI nemrég arra hivatkozva tagadta meg egy közleményünk kiadását, hogy Pölöskei Gáborné Áder Anna Mária nem közszereplő. Márpedig még olyat nem láttak a világon, olyan államtitkárt, aki ne lett volna közszereplő, sőt olyat se nagyon, akihez még egy e-mail címet sem lehetett volna találni. Legyen világos, Pölöskei Gáborné Áder Anna Mária bujkál, és a testvérével üzenget ahelyett, hogy az ország elé állna. A Demokratikus Koalíció szerint Pölöskei Gáborné Áder Anna Mária ne Áder Jánossal üzengessen, hanem álljon a nyilvánosság elé és válaszoljon.